Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék egy olyan játékkal, aminek a megjelenését már régóta vártam. Hogyha emlékeztek rá, akkor még a demo verziójából készítettem nektek 2 videót is. Az egyikben egy cicát mentettünk meg, a másikban pedig egy kutyust. Hogyha szeretnétek azokat a videókat megnézni, akkor fönt az i-betűre kattintva meg tudjátok azokat is nézni. Azonban ugye most egy teljesen új kampányt fogok kezdeni, úgyhogy nem maradtok le semmiről, hogyha azokat nem láttátok. Na de kezdjünk is akkor szerintem egy új játékot. Nézzük meg, hogy milyen lett a kész játék, mennyit fejlődött a demo óta, milyen új lehetőségek vannak benne. Ugye ott azért eléggé minimális lehetőségünk volt például vásárolni ilyesmi, és azt írták, hogy majd a kész verzióban már ugye sokkal többféle eledel, játék, meg mindenféle ilyesmi elérhető lesz. Úgyhogy el kell, hogy nevezzük az állatmenhelyünket. Hát én az állati meló után szabadon állati menhelynek fogom hívni. Remélem tetszik nektek ez a név. És hát DoggyAndi vagyok, imádom a kutyusokat. A kutyás Andi kutyát fog tartani. Aztán természetesen a későbbiekben, hogyha minden igaz, akkor tartatunk cicákat is, de a kutyusok közelebb állnak a szívemhez, ezért elnézést, egyébként imádom a cicákat is, tehát nem kell azt gondolni, hogy gyűlölöm őket, de a kutyák a mindeneim. Oké, és igen, szóval itt ugye tudunk foglalkozni majd az állatokkal, illetve új otthont kell majd nekik keresni, tudunk majd fejleszteni dolgokat, hogy nézzük is szerintem akkor, hogy hogyan is néz ki most a menhelyünk? Hogyha jól látom, akkor néhány épület hiányzik. Ugye a demóban például ott volt hátul egy épület, ahol meg lehetett fürdetni a kutyusokat, illetve volt valahol ott azon a környéken, ahol van ugye most az a szemetes, egy ilyen állatorvosi rendelő, illetve itt volt ugye a cicakarám, gondolom majd igen, ide lehet létrehozni a cicakarámot, hogyha egy kicsit jobban fejlődünk a játékban. Állati menhely! Fogadjuk akkor örökbe az első kutyusunkat, és fel tudom venni ezt a növényt. Az miért jó nekem? Gondolom ezeket majd szépen át lehet rendezgetni, hogyha szeretném. Tiszta House Flipper. Egyébként a House Flipperben májusban jön egy kutyás-cicás DLC. Nem tudom, hogy ez mennyire érdekelne titeket, de tök király lenne, hogyha majd azzal is tudnánk játszani. Na de nézzük akkor a számítógépet, itt is van, és ugye itt mutatja, hogy melyikbe mit tudunk majd csinálni. Lesz itt egy ilyen Animals Shelter, ugye itt láthatjuk majd azokat az állatokat, akik jelenleg a menhelyünkön tartózkodnak, illetve gondolom ők lesznek majd azok, akik örökbe akarják őket fogadni. Itt vannak különböző értesítések, e-mailek, pets to take in, ezek azok az állatok lesznek, akiket be lehet fogadni a menhelyre, tehát gondolom ők a kóborok, egy ilyen kóbor lista, illetve van enciklopédia, ott gondolom majd tudunk olvasni a különböző kutyafajtákról, van egy shop, ahol tudunk majd vásárolni felszereléseket, galléria, és igen, lesz egy build mód, tehát a számítógépen keresztül tudunk majd építkezni. Az mondjuk eléggé érdekes. Na de akkor nekem a pets to taking kell, és Willit tudnám örökbe fogadni, aki megszületett egy családba, és sajnos nem tudtak vele foglalkozni. Hát ez nagyon szomorú, mármint hogy hogyha az ember nem akar kölyökkutyákat, ivartalanítsa az állatát. Ez a legszomorúbb dolog, amikor csak úgy agyba főbe szülnek a kutyák, macskák, és aztán szegény kölykök pedig kóborok lesznek, nem tudnak nekik gazdát találni. Ez nekem nagyon nem tetszős, és Maszatnak fogom akkor hívni az első kutyánkat, ugyanis így hívják ugye a kiskutyámat is, de szerintem azért ezt már sokan tudhatjátok, és akkor elméletileg hamarosan meg is érkezik a kis Maszat. A kis Maszatka. Nem tudom, hogy mennyire fog hasonlítani az én kutyámra. De ha szörmók, akkor igen. Na nézzük is. Gyere kutyus! Hát nem hasonlít Maszatra. Viszont kell neki keresni egy helyet, ahol lesz egy ideiglenes otthona. Jó, hát hogyha minden igaz, akkor ugye ide a kutya kifutóba kell őt hoznunk. Igen, itt vannak ugye a különböző kifutók, és akkor egy ilyen kenelt kellene neki választani. Hát ezek ketrecek állatoknak, ebben megfogalmazva, de ugye egy menhelyen sajnos kötelező módon külön kell tartani az állatokat, hogy összeverekedjenek, vagy bármi ilyesmi történjen, hogy hát sajnos ketrecbe kell őt most raknunk. Enniük meg inniuk kell, hogy gondolom el kell mennem a számítógéphez, és be kell vásárolnom. Hát bezárom Maszatot, hogy aztán nehogy itt elszökjön nekem, mert azért az annyira nem lenne szerencsés. És akkor elméletileg itt tudok vásárolni nekik ételt, illetve italt. Itt a shop. Igen, és akkor itt van ugye a többi cucc, amit majd meg lehet venni. Például lesz prémium kutyaeledel, minőségi kutyaeledel, szuper snack, vizes tálakat is tudunk még majd pluszba venni, sütikét, illetve lesz itt kakis zacsi, meg nagyon sokféle játék, dekorációk, kaktuszt, nem tudom ki akarnak kaktuszt venni, de gondolom ezek a dekorációk nem az állatoknak lesznek, az úgy eléggé fura lenne. Na de akkor kell először is nekünk egy pénztárca barát kutya eleddel, hát remélhetőleg ez bírni fogja a pocakjuk. Egyébként képzeljétek el, hogy amikor mentünk a menhelyhez, ugye én direkt felhívtam őket, hogy milyen kutya eledelnek örülnének a legjobban, mert ugye, hát nyilván vannak speciális igényű kutyák, akiknek mondjuk a pocakja nem bírja a csirkehúst, illetve allergiásak a csirkehúsra, tehát így megérdeklődtem, hogy mennyi idős kutya van, mennyi fiatal kutya van, nyilván mindegyiknek ugye más-más fajta kutyatáp kell, és akkor mondták, hogy igazából nekik mindegy, csak ha annyit kérhetnek, akkor inkább kevesebbet vegyünk jobb minőségű eledelből, mint hogy nagyon rossz minőségű eledelből vegyünk sokat. Mondták, hogy ugye a nagyon rossz minőségű kutya eledelekhez külön még hozzá kell keverniük rist, meg húsokat, stb., mert hogyha csak azt teszik a kutyusok, akkor hát a pocakjuk nagyon-nagyon nem bírja, és igazából inkább csak rossz hatással van rájuk, mint jó hatással. Nem akarok belemenni az undi részletekbe, de szerintem értitek, hogy miről van szó, szóval, hogy nagyjából nulla a tápanyagértéke, és nem marad bennük semmi. Na de, nyissuk is akkor ki ezeket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez a kutyatáp, ez nem olyan lesz. Tehát, hogy azért annyira lesz jó, hogy bent maradjon a kutyus pocakjába, és akkor jöjjünk ide be. És hát igazából neki az egyetlen problémája az az, hogy éhes, meg majd kakilnia kell. Gyere Maszat, egyél! Első körbe akkor töltök neked kaját, de szerintem vizet is adunk neki. Oké, és elméletileg most már minden rendben van a kis állattal, itt ezen a kis táblán meg tudjuk nézni. Ugye láthatjuk, hogy megy föl a éjsége, szóval kb. Úgy, mint a Sims-ben, láthatjuk, hogy milyen problémája van, tehát ugye lehet nagyon rossz kedvű, koszos, rossz az egészségügyi állapottal, kakilnia kell, mondjuk azért, mert kakilnia kell, nem hiszem, hogy nem fogják örökbe fogadni. Boldog, mert hogy tele van a pocakja, illetve néha rosszul viselkedik. És hogyha minden igaz, akkor boldog lett a kutyusunk, úgyhogy hamarosan, amikor szerintem elérjük azt a szintet, hogy itt a szívecske is beteljen, akkor tudják majd őt örökbe fogadni, bár egyébként lehet, hogy már itt is meg tudnám hirdetni. Jó, befejezte a kaját, úgyhogy tudunk most vele labdázni. Kihozom innen a karámból, mert ha jól emlékszem, csak itt kint lehet vele labdázni, akkor kellene keresnünk egy labdát valahol, itt is van a labdánk, jó? Kell válaszolnom, hogy vele akarok játszani? Vele akarok játszani, oké. Így most már tudok vele végre játszani. Így dobta el, oké. Szóval, hogyha több kutya lenne, gondolom, akkor azért kell kiválasztani. És meg is vagyunk. Már csak meg kellene őt simogatnunk. Gyere, babám! Ó, de kapja a kis simogatást. Most már örökbe tudják őt fogadni, úgyhogy kell egy kamera, amivel tudunk róla egy jó sztárfotót készíteni, aminek alapján ugye őt majd örökbe tudják fogadni. Hát túl sokat egyébként nem tudtunk meg erről a kutyusról, úgyhogy elég nehéz lesz róla hirdetést kiírni, mert nyilván ugye egy menhelyen szokták azt közölni, hogy mondjuk szereti-e a gyerekeket az adott kutya, vagy a többi állatot, hogy jön ki a kutyákkal, cicákkal, tehát azért ezek eléggé fontos információk azok számára, akik ugye örökbe akarják őt fogadni. Mert hogy ugye például vannak olyan kutyák, akik el vannak egész nap, vagy olyan cicák, akik el vannak egész nap a házban, nincs olyan nagy mozgásigényük, stb. De vannak olyanok is, akik viszont megbolondulnak és szétszednek mindent, hogyha ugye egy napig például nem tudnak mozogni. Ezekkel a régi ládákkal nem tudom, mit tudnánk kezdeni. Elég fura. Jó, itt is van a instant kameránk. Elmetek egyben, majd ki is nyomtatja nekünk a képet. És hol van Maszat? Itt van Maszat. Maszat, egy sztárfotót kéne rólad készíteni. Gyere csak ide! Gyere, labdázzunk egyet. De kell akkor, hogy jöjjek hozzá, játszunk egy kicsit. Itt is vagyunk akkor a kamera módban. Rá is tudok szépen zoomolni. Mindjárt megnézzük, hogy milyen lett a fotó, ami elkészült. Szerintem egészen aranyos. Bár olyan, mintha nagyon félne. Lehet, hogy csinálok róla még egyet. Annyira azért nem volt talán meggyőző. De a labdával egyébként kifejezetten aranyos. Jó. Két fotót is csináltam, úgyhogy valamelyik csak jó kell, hogy legyen. Többet nem szeretnék, mert ahogy látom 6 film van összesen, ami nem túlzottan sok, és ugye azért most még olyan sok pénzünk nincsen. Jó, itt van a szkenner. Itt kellett ugye beolvasni róluk a képeket, és akkor majd itt már a számítógépnél látni is fogjuk a beszkennelt fotókat. Hogyugat? Ah, hamarosan lesz gazdád, Maszatka, ne aggódj. Majd örökbe fogadlak. Azzal a fotóval mi lett? Az csak úgy eltűnt? Ó, jaj. Akkor itt a galériában vannak a képek, és ki kellene választanunk, hogy melyik legyen majd az, amit ugye kirakunk. Order picture. Meg is tudom osztani. Ó! Tehát elméletileg ezt a képet meg tudom rendelni, és akkor gondolom ezt majd itt tudom nézegetni. Hát az első kutyáról egyébként lehet érdemes lenne egy ilyet. Úgyhogy akkor én ezt megrendelem, Sőt, ahogy nézem, lehet a képeken változtatni is. Ugye több zöldet, több kéket tudok neki adni, van rajta overlay. De jó! Ezek amúgy tök jó pofák, mondjuk ez a szívecskés, vagy ez a papagáj, és elég ilyen boomer poszt, tehát ilyen tipikusan, ilyen nagyon-nagyon öreges. Mint amikor a nagymamám posztol ilyeneket. Vagy ez a kötő is. Wow, oké. Hát nem tudom, hogy kellenek-e nekünk ilyen filterek. Érdekesek, káosz filtert rárakjuk. Fekete-fehéret nem szeretnénk, mert akkor tudjuk, hogy meghalt a kutya. Tehát az a legszomorúbb, amikor egy menhely fekete-fehér képet posztol. Olyat nem szeretnék. És elméletileg akkor hamarosan szerintem fel is tudjuk rakni róla a hirdetést. Itt kell róla feladni a hirdetést. Itt tudok róla a fényképet feltölteni. Legyen akkor ez a kép. És elméletileg akkor így már fel is adtuk a hirdetést, és Maja már jelentkezett is. Na nézzük Majáról, mit tudunk. 25 ilyen coinért, vagy pénzért el tudok küldeni egy alkalmazottat, hogy megnézzék, hogy milyen körülmények között tudnák őt tartani. Igen, azt mondja, hogy a Maja Krúznak hívnak, láttam a hirdetésedet, és egyből megragadta a szememet. Maszat kutyus, nagyon szeretném őt örökbe fogadni. Hát én szerintem azért elküldenék egy alkalmazottat, hogy megtudjunk többet Majáról, mert azért nem mindegy, hogy hova kerül az a kutya. Nem szeretném csak úgy bárkinek örökbe adni, mert aztán, hogyha rossz helyre kerül, az nagyon nem jó. Nagy házban él, nincsen kutya a házban, viszont van egy macska, van egy cica. Csak felnőttek élnek ebben a háztartásban, nincsen kert, viszont sok szabad ideje van Majának. Hát szerintem akkor ők tökéletesek lennének, mert igazából Maszatnak csak annyi kellett, hogy legyen szabad ideje. Úgyhogy akkor ők meccselnek. Hamarosan akkor érkezik az új gazdi, és akkor gondolom el fogja vinni Maszatot. Ez pedig, ha minden igaz, valamelyik láda tartalmazni fogja a képet, amit én megrendeltem. Jó. És akkor most jön a szívszorító pillanat, amikor Maszat itt hagy minket. És elviszem őt egy jobb helyre. Na, legyél jó kutya, ne hozzanak téged vissza, meg ilyenek. Put the dog in the car. Most elméletek sikerült? Jó. Szia, Maszat! Nagyon fogsz hiányozni, de azért egy fotót rendeltem rólad. Ez az! Awesome! Tökéletes, tökéletes! Megtaláltuk neki a legjobb gazdit, és kaptunk, mennyit? 142 reputation pontot. Szóval elméletileg most már egészen jó értékeléseket kap a menhelyünk. Most még 2 darab kutyusnak kellene keresnünk új otthont ahhoz, hogy majd tudjuk fejleszteni szerintem tovább a menhelyünket. Hova rakjam? Én ezt a fotót nem tudom, én ezt valahol lerakni. Így. Jó, és akkor mindig ott lesz róla a képünk. Na de nézzük akkor milyen kutyákat lehet még esetleg örökbe fogadni. Maja írt is nekünk, minden passzol, és emiatt nagyon boldog, úgyhogy kaptunk 584 tokent azért cserébe, mert hogy ugye nagyon hálás az új kis kutyáért. Na nézzük akkor, kiket lehetne esetleg még befogadni. Igen, cicát ugye sajnos nem tudunk. Van itt Kira. És őt a csatornában találták. Meghalt volna, hogyha nem segít rajta valaki. Betty, látod ezt a kis cukiságot? Micsoda? Őt pedig kutyaviadalokon használták. A két pedig nagyon-nagyon sovány, nagyon sok szeretetre van szüksége, illetve egy jó otthonra. Olivia, őt is a csatornába találták. Hát én Kirát szeretném örökbe fogadni. Főleg, hogy neki van igazából a legkevesebb ideje. Úgyhogy én Kirát örökbe is fogadnám. Egyébként a kutyakozmetikusomnak a kutyáját is Kirának hívják. És esetleg még Thort szerintem befogadhatnánk. Már csak a neve miatt is. Oké, egyszerre csak egy kutyát tudok. Mert hogy elméletileg, ugye addig, ameddig itt áll az autó, nem tudok másikat hozni. Viszont akkor már egyből kettőt hoznék. Kira nagyon éhes. És ez lenne ugye a feladat, hogy most még két kutyának találjunk otthont. Megkapod Maszatnak a keneljét, úgyhogy nagyon szépen vigyázzál itt mindenre, jó? Nagyon ugat egyébként Kira. Róla lehet valamit tudni? Szili, ilyen bolondos. Na de, én akkor még gyorsan örökbe fogadnék még egy kutyust, és szerintem akkor Thor lesz a menő, a nyerő. Ezzel a névvel biztos, hogy hamar örökbe fogják fogadni. Egyébként nagyon sokat számít tényleg az, hogy milyen néven vannak fönt egy menhelyen az állatok, és ez annyira furcsa számomra, hogyha nem cuki neve van egy állatnak, vagy nem menő neve van egy állatnak, akkor jóformán sokkal nehezebb az esélye arra, hogy örökbe fogadják. Meg például ezt nem tudom, tudtátok-e, de ugye a fekete kutyákat, illetve a fekete cicákat sokkal kevésbé akarják örökbe fogadni, mert hogy ilyen úgymond zord és ijesztő külsejük van, ami szerintem nagyon nagy butaság, főleg szín alapján választani állatot. És ezért vannak olyan kutyusok, akik mondjuk csak azért, mert teljesen feketék, sose találnak gazdára, és hogy az egész életüket egy menhelyen élik le, ami egyébként nagyon szomorú. Van egyébként a menhelyeken általában egy ilyen fogadj örökbe egy fekete állatot nap, és akkor kifejezetten ugye aznap csak fekete állatokat adnak örökbe. Ami viszont egy tök jó kezdeményezés. Ő is kapott enni, inni. Játszani kellene mind a kettőjükkel. Aha! Ő pedig vicces. Thor vicces állatka. Hát szerintem akkor Kirával játszok, bár egyébként pont evés után nem szabadna játszani, a kutyusokkal nagy bélcsavarodást kapjanak, de remélhetőleg azért nincsen ilyen jellegű probléma. Azért az nagyon-nagyon szomorú lenne. Na gyere Kira, kiviszlek. Megsimogatjuk. Hogy rázza a kis popóját! Egyen meg! Jól van, Kira. Most pedig szerintem mehetsz ide vissza. Még egyelőre őt ugye nem lehet sajnos örökbe adni. Lehet, hogy azért, mert hamarosan kakálnia kell. Vagy nem, kekszre lenne szüksége. Lehet, hogy kekszre lenne szüksége, neki pedig simogatásra. Ó, tehát Thor! Egy nagyon cuki kis dalmata. Kár, hogy egyébként előre nem lehet látni azt, hogy milyen kutyusok fognak hozzánk bekerülni. Hát valószínűleg őt egyébként hamarabb örökbe fogják fogadni pont emiatt. Nálam még egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő, amire szüksége lenne, viszont Kirának szerintem hozok egy kekszet. Hát az a keksz az majd dob majd még a hangulatán. Egyébként se árt, hogyha rendelünk még ugye újdonságokat. Mindjárt megnézem, hogy most már elérhető-e. Aha, most már elérhető a cookie. Úgyhogy veszünk belőle szerintem 5-öt egyből. Oké, és játékok vannak még itt, laser, rubber, bone. Ezeket pedig akkor fogom megkapni, hogyha a kennelnek, illetve a menhelynek a reputation szintje növekszik. Tehát, hogyha ugye többen hallanak, többen megbíznak a menhelyünkben. Nem tudom egyébként ezeket valahova kidobni. Mert engem nagyon zavarnak. Lehet ide ki tudom dobálni őket. Ide ki lehet dobálni, jó. És itt akkor rendet is rakunk, mert most már kezd nagy rumli lenni. Szelektíven gyűjtöm a szemetet, mert csak papírhulladékunk van eddig. Jó, ez is akkor megy a kukába. És akkor nézzük is a kutyusokat. Neki kellett a keksz. Nem tudom, hogy mondjuk Kirának itt oda tudom adni a kekszet. Kira? Keksz? Nincs-e hely a kutya előtt, hogy lerakjuk? Wow! Ez elég agresszív ugatás volt. Remélem azért nem fogunk összeveszni, Kira. Akkor itt a kekszed. Itt a kekszed, tessék! De édes! Hogy bemajszolta! Okés. Most még várunk rá, hogy neki mi kell pontosan. Ő labdázni szeretne. Kihozzuk akkor őt is. Nem tudom, hogy kint tudnak -e lenni egyszerre, akár ketten is. Remélhetőleg nem fognak összeverekedni. Szerintem akkor, ha vele labdázunk, akkor hamarosan őt is örökbe tudják fogadni. Ugye neki 94%-on áll az, hogy örökbe tudják fogadni, neki pedig 89%-on. Ah, ez mondjuk baj, Kira agresszív tud lenni. Azt tudtuk meg róla. Ő pedig troublemaker, tehát bármikor problémát okozhat a leendő új gazdájának. Hát mi ez a barna medve itt, kérem szépen? Mi az a nagy barna mackó? Jó, felszedjük a kakát. Mert ez nem hiszem, hogy annyira jó lenne, hogyha itt maradna. Nagyon érdekes egyébként ez a kakis zacsi. De ott mit nézel, Kira? Van még egyébként valahol itt? Ott van még egy barna maci. Hát ez hihetetlen. Jó, hogy nem izé. Csavaros fagylaltot nyomtok ide, hogy elég érdekes formája volt annak a kakinak. Na mindegy. Jó. 96%, ő 99%, úgyhogy szerintem egyébként el is kezdhetnénk már most a fotózást, és akkor egyszerre rakom őket föl. Kira? Na gyere, sztárfotó születik! De a szemét ne legyen benne. Én szerintem ez jól sikerült ez a fotó. És akkor készítsünk egyet Thorról is. Hát itt nem tűnsz annyira bajkeverőnek, úgyhogy szerintem ez is jó lesz így. Oké, és mondjuk Thor még szeretne labdázni. A Kirának pedig simogatásra lenne szüksége. És akkor gyorsan Kirát megsimogatjuk. Úgy, né? Thorral pedig akkor játszunk egy picikét még a labdával. Gyere, Thor! Ott is van! Elméletileg szerintem most már igen mind a kettőjüket szépen örökbe is lehetne fogadni. Na, akkor én föl is teszem róluk gyorsan még a hirdetéseket. És akkor meglátjuk, hogy hogyan tovább. Egyébként nagyon-nagyon kis fun játék, nekem nagyon-nagyon tetszik. Remélem nektek is tetszik. Hogyha esetleg szeretnétek belőle folytatást, akkor azt majd jelezzétek nekem mindenféleképpen. Jó, itt vannak akkor a fotóink. Szerintem egyébként mind a kettő jól sikerült. Most a maszatos képet le fogja lökni? Nem lökte most le. Még szerencse, hogy nem lökte most le. De Maszatka az ott lesz nekünk mindig. Jó, és akkor a számítógépen elmehetek, meg tudjuk ugye nézni a galériában ezeket. De akkor első körben ezeket föl kellene töltenünk Kirához, például a szupersztár fotót. Hú, neki egyébként eléggé sok tulajdonsága van. Oké, és akkor Thorhoz is feltöltünk egy képet. Upload. Egyébként szerintem ez nagyon cuki. Micsoda! Az előző gazdái egy üres házban hagyták. Egyébként olyan, hogyha ezek a leírások, ezek tökre mások lennének, mint amivel eredetileg örökbe fogadtuk őket. Na, Maja szeretnék Kirát örökbe fogadni. Szüksége lenne egy nyugodt, gyerekbarát és intelligens állatra. Hát akkor nem biztos, hogy Kira lesz a neked való. Nem szereti, hogyha gyerekek vannak a házba. Viszont szeretne nagyházat, nincs kutya, nincs cica, és sok szabad ideje van. Sajnos Maját akkor el kell, hogy utasítsuk, mert hogy neki ez nem lesz egy megfelelő kutyus. Rafael, ő Thort szeretné örökbe fogadni, és szeretné, hogyha vicces lenne a kutyus. Ez egyébként eddig egészen jó. Úgyhogy kiküldünk egy alkalmazottat, aki majd megnézi, hogy Rafaelnek például sok szabad ideje van-e, mert hogy ugye Thornál az egy fontos igény lenne, hogy legyen sok szabad ideje a örökbefogadónak. Nem, sajnos nagyon kevés a szabad ideje. Nincsen kert, egyedül él a házban, nincs se kutya, se cica, viszont nagy házban él. Viszont így, ez nem hiszem, hogy jó lesz. Ez nem hiszem, hogy jó lesz, Rafael. Hogyha folyamatosan dolgozol, akkor nem te leszel a megfelelő gazdi. Krisz! Na nézzük Kriszt. Thorral kell ugye összehasonlítani. Ő nem szeretné, hogy olyan állat legyen, aki könnyen unottá válik, viszont szeretne egy vicces, kedves, gyerekbarát kutyust. Szerintem nála akkor megnézhetnénk, hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. Mert eddig egyébként egészen jó, mert ugye ő vicces kutyus. És neki sok a szabadideje, akkor elméletileg ők meccselhetnek. Úgyhogy akkor szerintem Thornak meg is van a gazdája. És akkor Thort oda is kellene vinnünk a kocsihoz, mert mindjárt meg is érkezik érte a kis futárunk. Mondtam, hogy Thort fogják hamarabb örökbe fogadni, annyira éreztem, hogy Thor lesz az. Már csak a neve miatt is, meg egyébként, tehát egy dalmata. Értitek? A dalmatákat mindenki imádja a 100 kis kutya miatt. Szia, Thor! Legyél boldog! És akkor megnézzük, hogy mennyire passzoltak egymáshoz. De elméletileg minden passzolt. Úgyhogy sok-sok reputation pontot kaptunk. Nyilván itt még lehetett volna olyan, hogy kifejezetten troublemaker kutyát keres, ilyesmi, de azért olyan gazdát nagyon nehéz szerintem találni, aki kifejezetten olyan kutyus keres, aki rosszalkodik. És elméletek akkor most már 2 csillagos lett a menhelyünk, úgyhogy több mindent tudunk csinálni. 520 tokent kaptunk érte, köszönjük szépen. Mi most már tudunk venni több vizes tálat, illetve vannak most már különböző gyógyszerek is. Tök jó, tök jó. Oké, és illetve majd lesz ennél jobb kamera is. Egyébként még szintén hasznos tud lenni. Na, mindjárt megnézem, hogy esetleg a Kirára jelentkeztek. A Kirára nem jelentkezett még senki. Csak az az egy emberke, akit el kellett utasítanunk. Úgyhogy újból meg kell most hirdetnem Kirát. Hát akkor újból meghirdetjük. Mindjárt megnézzük, hát ha akkor most esetleg jelentkezik valaki olyan, aki alkalmas lesz rá. Hát ez most egy kicsit hosszabb videó, mint amit megszokhattatok, de az az igazság, hogy nagyon élvezem a játékot, úgyhogy ennyi idő alatt szerintem ti is el tudjátok dönteni, hogy tényleg szeretnétek-e esetleg belőle egy kis sorozatot, vagy valamit. De Kirára nem jelentkeznek. Olga! Olga jelentkezett Kirára. Olyat kutyus szeretne, aki bátor, megbízható, és sokáig vissza tudja tartani a pisit. Jó, eddig egyébként passzolnak, mert hogy ő nem rossz, csak egy kicsit bolondos, meg agresszív, de azt nem mondta, hogy nem lehet agresszív. Még nem tudom, ki szeretne agresszív kutyust. Na nézzük hát, ha esetleg a többi kondíció is megfelel. Ugye, hogyha gyerek van, akkor az kizárók, és van gyerek. Nem már! Hát ez egy nagyon rossz hely lenne neki, mert ő ugye nagyházat szeretne, ő kisházban él, van kutyája, cicája, ő utálja a kutyákat, cicákat. Úgyhogy sajnos Olga sem lesz számára megfelelő. De van itt egy másik Olga, aki érdeklődik. Ő nem szeretne olyan kutyát, aki falánk, hangos, vagy félénk. Jó, megnézzük akkor, hát ha... Nehéz egyébként Kirának jó gazdát találni neki, azért van sok ilyen kényes tulajdonsága. Meglátjuk, hogy neki esetleg van egy cicája, viszont nagyházban él, és kevés a szabad ideje, hát akkor ő se lesz megfelelő. Frank? Frank nem szeretne falánkutyát. Eddig egyébként jó. Mennyi pénze elmegy erre, hogy megnézzék tényleg azt, hogy megfelelő helyre kerüljön egy-két kutya, de én ezt fontosnak tartom, hogy jó helyre kerüljenek. Én remélhetőleg meg is lesz, kisházban él, van kutya, cica, meg gyerek. Nem már! Robert? Jó, eddig passzol minden. De hát ez... Konkrétan Királynak gazdát találni kihívás! De remélem most már azért jön olyan, aki megfelelő lesz. Neki nincsen szabad ideje. És kisházban él, úgyhogy Robert se lesz nekünk megfelelő. Camilla nem szeretne agresszív kutyát. Hát akkor Camilla se lesz jó. Anita? Anita nem szeretne energetikus kutyát. Olyat, akiben nem lehet megbízni, viszont intelligenset szeretne. Hát Kira nagyon intelligens, csak ne legyen nála gyerek, meg kutya, meg macska, meg éljél egyedül, igazából ennyi kell. Ó, te jó, egy Kirával csak a baj van. Itt is van gyerek, meg macska is. Miért van mindenkinek gyereke? Gyerek nélküli embereket keresek. Ő egy gyerek. Ő azt szeretné, hogy szeresse a gyerekeket, tehát akkor téged már alapból elutasítunk. Ó, te jó ég, Kira, ha tudtam volna, hogy veled ennyi baj lesz. Jonathan Scott, nézzük meg. Jonathan, ugye neked nincsen gyereked, meg macskád, meg kutyád. Most már egyébként lehet, hogy lejjebb kellene adnom az igényeket. Várjunk csak, nagyház, passzol, nincs kutya, nincs cica, Csak felnőttek élnek, sok szabadít. Tökéletes, megvan a tökéletes gazdi. Vihetett Kirát. Összemecseltük őket. Tiszta Tinder. Kira, egy tökéletes új otthon találtam neked, de nincs gyerek, nincs cica, nincs kutya. Hát az agresszív kutyákat azt mondta, hogy se nem akarja, se nem gyűlöli, úgyhogy remélhetőleg így minden jó lesz. Ó, tökéletes! Tökéletes! 157 pontot kaptunk, úgyhogy a reputationünk 471-re emelkedett. Innentől kezdve pedig akkor tudjuk növelni a menhelyünknek a méretét. Elméletileg ezekkel a tokenekkel tudunk majd különböző épületeket lerakni. Na jó, viszont skacok, szerintem akkor most ennyi lett volna ez a rész. Hogyha szeretnétek belőle folytatást, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek nekem kommentben. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett, Andi voltam, sziasztok!